Idén már 11. alkalommal rendezik majd meg a Prima Gálát Nyíregyházán, ahol bemutatkozó kisfilmeket tekinthetnek meg a díjra jelöltekről az érdeklődők. A VOSZ megyei szervezete fontosnak tartja, hogy ne csak országos, helyi szinten is elismerjék a kiemelkedő tevékenységet végzőket. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan döntöttünk, hogy tiszteletünket, hálánkat és elismerésünket kifejezzük azoknak az embereknek, akik a saját területükön kiemelkedőt alkottak. Ez a VOSZ részéről és a vállalkozók részéről egy küldetés is, hogy elismerjük ezeket az embereket, egy reflektorfénybe helyezzük őket, és a munkásságuk a köz számára is ismét ismert legyen, és felhívjuk rájuk a figyelmet, és valahogy kifejezzük a hálánkat és az elvégzett munkájukért. A jelöltek listáját idén is a VOSZ megyei szervezetének elnöksége állította össze különböző kategóriákban. Egyebek mellett a magyar irodalom, képzőművészet, magyar sajtó és a tudomány területén végeznek kiemelkedő munkát a díjak várományosai. Egy többszörös értekezett folyamat után sikerül kiválasztani mindig azt a 10-et, aki most jelölt. Aztán a nehezebb része most jön, hogy ki az a 3, akinek díjat adunk majd. Ugyanis aki már a 10 közé bekerül, az bizonyára mind a 10 megérdemli, hogy prima díjazott legyen. Ebben az évben is tervezzük, hogy külön díjat is adunk rá, ez még egy plusz feladat, hogy ennek a hátterét megoldjuk, a finanszírozás hátterét, és hát kiválasztjuk azt a külön díjat is, akit még a negyediknek díjazni fogunk. A 3 prima díjas 1 millió forintot kap majd, a külön díjas 500 000 forintot. A VOSZ megyei szervezete továbbra is várja a cégek támogatását. Az idei Prima Gála november 11-én pénteken lesz a Megyeházán 18 órától.